Szervusztok, sziasztok, kellemes hetet, napot kívánok nektek, és ez egy újabb Gamer Filó epizód, melyben a hype-ról, azaz a felhajtásról szeretnék veletek beszélgetni egy picit a játékiparban. Mert hogy a játékiparban is van ez a jelenség, és nem árt, hogyha egy kicsit így hangosan gondolkodunk róla, ha legalább csak magamnak így végig gondolom a dolgokat, hogy mire érdemes odafigyelni, és persze akkor talán egy kicsit okosabbak, kicsit bölcsebbek leszünk a végére, illetve ti is elmondhatjátok kommentek formájában, hogy ti mit gondoltok erről, illetve ti nektek milyen tapasztalatotok van ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba. Szokás szerint bevágtam egy kis gameplayt így a mondókám alá, hogy azok számára, akik éhezik és szomjazzák a vizuális ingereket, szintén kielégítő legyen a videó. Na, hype! Hype fest, hype train, hype track, mit lehetne még mondani? A lényeg az, hogy felhajtás egy adott játék körül, maradjunk a játékoknál, ami még meg sem jelent. És itt a lényeg, gyakorlatilag bejelentik, hogy XY játék ki fog jönni jövőre, májusban, és ilyen jó lesz, olyan jó lesz, így fog kinézni, ez lesz benne, az lesz benne, és de jó. És akkor ezzel próbálják az embereket kicsit uszítani, hogy rajongjanak a játékért, kezdjenek el beszélni róla, kezdjék el kirakni a képeket, frissítsék a mobil, a profiljaikon a képeket a játék egyik logójára, stb. És ez mind marketing fogás, hogy utána, amikor megjelenik a játék, akkor minél többen, akár már az első napon, vagy még jobb, előrendeljék a játékot, hogy már az első napon utána kipróbálhassák, játszanak vele, és ezzel garantálva a profitot a játékkészítő cég számára. Ez papíron szépen és jól hangzik, tényleg az emberek kicsit így lelkesednek, várják a játékot, tényleg olyan, mint az advent, tehát így várják a 24. napot, ugye a nagy csoki kinyitását, és akkor egy lelkesedés, ez egy ilyen várakozós időszak, és aztán megjön a várva várt nap, kipróbálják a játékot, és akkor hurrá, hurrá, a készítők ugye bezsebelik a nagy lóvét, ti pedig játszott, vagy hát mi pedig játszunk kedvünkre, és ez papíron szép és jó, mindenki örül. Csak hát a gyakorlat az sajnos nem ilyen. Nagyon sok esetben sajnos a kezdeti lelkesedés vagy hype az nem feltétlenül fedi majd a valóságot. Többek közt azt, hogy mondanak egy kiadási dátumot, és utána ezt halasztják, és aztán utána egyszer majd kiadják. Tehát már ott is lehetnek ilyen gubancok. Aztán még egy szó se esett magáról, a produktumról, azaz a programról, amit a kezünkkel kapunk, hogy az milyen lesz. Benne lesz minden, úgy lesz benne, ahogy elképzelték, úgy lesz benne, ahogy mi elképzeltük. Tehát az nagyon sokszor előfordulhat, hogy mondjuk a készítők azt mondják, hogy lesz benne vonat. És akkor így utána nem mondanak többet, és így elképzelik az emberek, hogy jó, hát akkor vonat szimulátor, felugrunk a vonat, vezetjük a vonatot, meg minden, és akkor amikor kijön a játék, akkor ott a háttérben el fog menni egy vonat. És akkor ez könnyű volt leprogramozni, van is benne vonat, nem hazudtak, de hát mégis. És közben meg a fórumokon mindenütt ment a nagy felhajtás, hogy de jó, vonatos minden izé lesz benne, és akkor próbáld majd ki, én már nagyon várom, és stb. Aztán meg pafára esés. És a legnagyobb baj az itt kezdődik. Ugye a kedves játékos, a kedves vásárló nem feltétlenül azt kapja, amire számított, jobb esetben, rosszabb esetben nem feltétlenül azt kapja, amit megígértek neki a készítők. És ez a rosszabb eset, mert ott már át is verik az embereket. Volt erre is példa, Pölök Colonial Marines, ott ez egy nagyon csúnya, vagy mostanság, ez egy kis pletyi, de tényleg ez csak így prezentációként, tehát a Watch Dogs-nál kiderült, hogy a tavalyi E3-os trailer az sokkal szebben nézett ki a white szeműek szemében, mint a mostani ilyen release trailer, amit nemrég pár hete adtak ki. És
ez egy kicsit most megrökönyödött sok ember. Mondjuk nem tudom miért, mert az is baromi jól néz ki, de mégis ott a saját dugájába tölt a Ubisoft azzal, hogy sokkal jobbnak állították be egy évvel ezelőtt az alapkoncepciót, hogy hú, de next gen lesz, hú, de csili-vili, raktak oda egy nagyon szép trélert, és most meg annak a tük, tehát hogyha nem csinálták volna ezt, akkor nem lenne semmi gond. De most meg annak a korábbinak a tükrében most már valahogy úgy nem az igazi sok embernél a dolog. És mondom, egy nagyon szép, nagyon jó játék lesz a kinézete alapján, de annak a korábbi trélernek a tükrében tényleg nem annyira szép, és akkor ez lehet sok embert már így csalódással tölt el. Ettől függetlenül én például ki szeretném próbálni ezt a játékot, és ki is fogom, mert érdekel maga a koncepció, és hogy mit alkotnak köré, de mondom, ez is például egy példa. Például egy példa. Miket mondok? Na, akkor kis személyes példát is szeretnék mondani, mert én is azért beleesek helyenként ebbe a hibába, hogy egy-egy játékot nagyon ajnározok, és hát előfordul azért. Én azért hozzáteszem, hogy amik a játékokat én várni szoktam, azért igyekszem róluk mindig informálódni előre, de tény, hogy azok a marketinges vagy más dumák, hogy mik lesznek benne, miért lesz jó, stb., azok az én fantáziámat is megmozgatják, és mint olyan, én is próbálom azért megfelelő helyen kezelni az információt, de ha én úgy érzem például, mint amit azt az Assassin's Creed videóban is éreztem, hogy a kalózkodás, mint olyan egy kalózszimulátor, az barom jó lesz, és nekem baromira fog tetszeni, akkor joggal mondhatom, hogy én ezt várom ettől a játéktól, és ha tényleg azt ott megcsinálják, akkor az király lesz, de ott van a ha. És ezzel sajnos még mindig generálok hype-ot a játék körül, mint ahogy minden egyes videómban, legyen az Alien Isolation, amit szintén várok, legyen az Heroes of the Storm, amit úgy szintén várok, vagy a múlt heti Diablo Reaper of Souls, amit ugyancsak várok, tehát én ezzel mind tudom, hogy generálok elvárásokat, extra izgalmat a játék irányába, de legjobb tudásom szerint igyekszem ezeket az ilyen realitás talaján kezelni. Ami nagyon fontos, hogy ezeket a játékokat a legtöbb esetben még nem adták ki, amik körül ezek a hype festek mennek, és itt a probléma. Tehát nincsen egy olyan viszonyítási alap, amihez oda lehetne tenni, hogy én ezt kipróbáltam, játszottam vele, tetszett, jó volt, és ez az a verzió, amit te is, meg te is, meg te is a kezedbe fogsz kapni, amikor megveszed a játékot. Hanem elhívnak egy-két újságírót, esetleg a belső programozók, készítők nyilatkoznak róla, és általában az újságíróknak ugye a legjobb verziót mutatják meg, meg azért valamelyes némelyek azért le is vannak kicsit kenyerezve, finoman rossz májúan most kicsit így mondom, de tehát na, van egy ilyen kis lekenyerezés is így az iparban, ezt kár lenne tagadni. És ugye a programozók meg a készítők azért alapvetően pozitívan nyilatkoznak. Hát én is, ha készítek egy videót, az a legjobb, legszebb, legtutibb videó, és bárki más mond, az hazudik. Na jó, nem, de szóval érzitek, hogy van egy ilyen dolog, hogy saját magát igazolja az ember, és igyekszik jót mondani, vagy semmit. És például, hát én ott azért az Assassin's Creed-es top 10-er videóba egy nagy, hát hogy mondják ezt, szerencsejáték fogadást kötöttem, de hál' Istennek számomra abból a 10 évből 9,5 az beigazolódott, hála Istennek, és most a Diablónál pedig a nagy különbség az az, hogy ott meg a legutóbbi patch alapján benne van a legtöbb olyan változtatás, ami alapján a kiegészítő is működni fog, és az utóbbi pár hétben nagyon sokat nyüstöltem a Diablót, és azt tudom mondani, hogy
azok a változtatások, amiket ott láttam, és amiket még a kiegészítőbe garantálnak nekünk, mert tényleg ott az egy kicsit másképp működik, mint az, amit még sose láttunk. Tehát az alapján azt tudom mondani, hogy azok jók lesznek, és én élvezni fogom. Minden esetre azért van különbség egy olyan produktum között, amiről úgy mondanak jókat, hogy még senki nem látta azt a készítőkön kívül, hogy úgy mondanak róla jót, hogy már nagyon sokan kipróbálhatták, és ez itt a hangsúlyos. Ha van személyes tapasztalat, akkor ott már van mire hivatkozni, de amíg nincs, addig csak etetjük üzemanyaggal ezt a hype vonatot, hype train-t, ami esetleg egy kisebb csalódás, kisebb vagy rosszabb esetben nagyobb csalódáshoz vezet, hogyha nem úgy sül el a dolog. A fő gond az elvárásainkkal van, és hogy azok mennyire állnak közel a realitáshoz. Jó esetben ezek nagyon közel vannak egymáshoz, tehát azt várjuk a játéktól, amit előzetesen információt kaptunk róla, nem támasztunk irreális várásokat, hogy jaj, az is benne lesz, az is benne lesz, és akkor nem fogunk csalódni. Például Duke Nukem Forever, én úgy álltam hozzá, hogy 13 évnyi várakozást nem lehet úgyse kielégíteni, és ehhez mértem, végigjátszottam, és nem csalódtam akkor át, mit mondjuk azt nagyon sokan tették. Ellenben a másik oldalt is nagyon fontos, hogy a készítők, fejlesztők, kiadók és a marketing ne mondjon olyat, ami az általuk teljesíthető célokon túlmutat, vagy esetleg nem is képesek lefedni, mert az viszont borítékolni fogja a csalódást és a felháborodást. Itt tehát saját maguk alatt vágják a fát, ha olyasmiket mondanak, vagy amiket nem úgy, vagy egyáltalán nem is tudnak teljesíteni. Épp ezért nagyon fontos az, hogy a mi elvárásaink és a készítők ambíciója, azok megtalálják a közös nevezőt. Legyen saját élménye az embereknek a játékokkal kapcsolatban, mielőtt elkezdenek nyilatkozni róla. Az lehet jó, lehet rossz, az már mindenkinek a saját maga megítélése. De ezen felül lehet előzetes vélemény, ami viszont fontos lehet. És itt olyan szinten gondolok rá, hogy mondanak valamit a készítők, ez és ez és ez lesz, és arról már lehet véleményt formálni. Szerintem ez jó koncepciónak tűnik, érdekes koncepció. Megér ez egy vásárlást esetleg, hogy kipróbáljam. De, és erre már én is próbálok a jövőben odafigyelni, nem igyekszem nem túl lelkesedni azért az adott dologért, egészen addig, amíg nem kapok rá bizonyítékot, és a legjobb bizonyíték az pedig a saját élmény, amikor kezeim közé veszem a játékot és kipróbálom, arra, hogy az adott játék jó-e, vagy sem, illetve beváltatta a hozzá fűzött reményeket, avagy sem. A szubjektivitás az mindig is egy erős faktor, és lehetne arról is beszélgetni, hogy mi alapján értékelünk egy-egy dolgot, játékot jónak, vagy rossznak. Nagyon sokan százalékosan értékelik, ugye 1-től 10-ig, 1-től 5-ig, 1 csillag, 2 csillag, 3 csillag, stb. Én továbbra is azon a véleményem vagyok most már, hogy mindenki mondja el a játékról a véleményét, hogy ez neki tetszett, vagy nem tetszett, és tegyen hozzá indoklást, és az teljesen elég. A Steamen is én nagyon-nagyon szeretem ezt az új review rendszert, hogy gyakorlatilag vagy tetszett az embernek, vagy nem tetszett, és ír róla egy akármilyen hosszú kis összegzést, és az alapján, ha látom már, hogy X játék alatt többnyire a nem tetszék kommentek vannak, akkor ott lehet, hogy valami sánti. De ha azt látom, hogy többségében tetszenek a kommentek, akkor ott azért már kicsit megnyugszom én is, hogy jól van, akkor nem csak én látom ezt a játékot jónak, hanem azért mások is. És ez azért nagyon fontos szempont egy játékvásárlásnál, hogy tényleg nem szeretnék csalódni benne. Persze, akinek a tenyerébe fossák a pénzt, az nincsen ilyen problémával. Megveszi, játszik vele egy órát, aztán eldobja, van másik, vagy megveszi a következőt, tehát az a pincsőből gondja. De aki hozzám hasonlóan
nincsen elevesztve úgy anyagilag, az azért meggondolja, hogy mire ruház be. Hát ennyit szerettem volna így mondani így a hype-al kapcsolatban. Tényleg érdemes mindig fenntartásokkal kezelni azt, hogy mit mond egy adott kiadó a játékról. Jó, ha követi az ember az információkat a kedvenc várt játékáról, de mindig kezeljük fenntartásokkal az információt, és várjuk ki, hogy az előzetes tesztek, amikor már megjelent a játék, mit mondanak. Jó-e? Rossz-e? Lehet akár még a fejlesztés közben kiábrándul belőle az ember, és azt mondja, hogy á, nem, mégse, ez nem jó, ez nem az lesz, amit vártam. Vagy esetleg azt mondja, hogy jó, akkor nem első nap veszem meg, vagy nem rendelem elő, hanem inkább megvárom, hogy ténylegesen mit alkottak. Megnézek majd róla egy-két YouTube videót, ha majd kijött a játék, mert úgy is lesznek róla videók, és az alapján majd eldöntök, és ez a legtisztább. És ez a téma azért mindig visszakanyarodok. Egyrészt, mert én is azért most az utóbbi egy évben sok játékot mutattam be nektek, és ezzel egy kicsit akkor magamat reklámozom, hogy érdemes azért engem is nézni, mert mutathatok nektek olyat, ami alapján ti eldöntetitek, hogy ez nektek kell-e vagy sem. Másrészt meg tényleg gameplay videók azok sokat segítenek ilyen szempontból a játékosoknak, hogy eldöntsék, hogy megéri-e az adott játéka vagy sem. Minden esetre én továbbra is fogok valószínűleg olyan videókat csinálni, hogyha van egy játék, hogy azt miért várom, de igyekszem ezt objektíven ismertetni, tehát elmondom azokat a funkciókat, amiket én jónak találok benne, esetleg megirdoklom, hogy miért tartom azt egy jó koncepciónak, és ennyi. Azt hiszem, sosem mondtam, hogy valamit kötelező megvenni, vagy hogy ezt meg kell vennetek. Azt mondtam, hogy akinek ez a kalapján tetszik, azok gondolkoznak el rajta, hogy kipróbálják. És szerintem ez így van rendjén, és remélem, hogy ezzel a kis videóval sikerült ezt a kis tudatossági szintet is növelnem. És köszönöm szépen a figyelmet. Még annyit tennék hozzá, hogy a Blizzard játékokkal kapcsolatban én viszont elfogult vagyok, és azt kezeljétek mindig fenntartásokkal, de eddig nem adtak ki szart a kezeik közül. Ha tényleg egy marék kakit készítenének, akkor arra mondanám talán, hogy az úgy nem jó, de egyébként meg én egy nagy fanboy vagyok, és ezt elismerem, úgyhogy a Blizzard videókat nálam lehet fenntartással kezelni, de én szerintem ők azért rászolgáltak a bizalmamra, ha más nem. És akkor legyen ez a végszó. Én megköszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb egy újabb GamerPhilo epizódban. Még egyszer várom a ti tapasztalataitokat és gondolataitokat, hogy mit gondoltok erről a témáról a komment mezőben, és találkozunk legközelebb egy újabb GamerPhilo epizódban, ahol valami nagyon érdekes témakört fogunk megint kivesézni veletek. Sziasztok!